I got King Kong in my trunk, King Kong in my doors. My Dutch play theme song from the north. You can hear me from a block away. I'm sitting next to your ass, they can't hear what you got to say. My shit is loud, my ears are swinging. My paint job is wet, my chrome is gleaming. I feel like a pet falling on these rookies. Old school bully, you must have played hooky. I'm playing like a rookie, my aggression is depressing. Don't give a motherfucker time to learn this lesson. Johnny Cochran yelling at the police since school's been pop blocking. I'm still so deaf like Jermaine. I know you wanna see me rip it up but can't keep the pain. You fools bragging like Big Papa. Why you only living in a hut like Chopper? Like Rick, I'm knocking fools out the bottom. Face up, yeah, know my shit. Üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, jobb öven tudjátok, hogy minden live-om rap zenével kezdődik, és ez így is fog maradni. Igen, írja valamelyik nézőnk, barátunk, hogy hol is írta a barátunk? Hol van a barátunk? Írta, hogy de jó a H&M-es sapka. Jó, jó bizony a H&M-es sapka. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki színes egyéniség, mint én. Amúgy nem mindenkinek áll jól ez a sapka. Nekem ez is passzol, figyelj ide. Meguntam a Nike boltokat, meg a Jordant, megmondom őszintén, és elmegyek így a hétköznapi emberek közé, és nagyon sokan szeretnek a H&M-be is, vagy H&M, teljesen mindegy. Én úgy gondolom, hogy választottam hozzá pólót, hiszen a nagyokat követve Snoop Dogg, és ezek a mai rapperek ilyen színekbe öltöznek. Úgyhogy ennyi igazából, akinek nem tetszik, hogy H&M-es sapka van rajtam, az leszopja a faszt esszel. Akinek tetszik, az meg hordja, érted? Tehát azért mondom, hogy akinek nem tetszik, hogy H&M-es ruhákat hordok, az leszopja a faszt. Tehát én vagyok az egyedül egy szókimondó, durva szövegek, a Gangsta Zoli,
helyett most már én vagyok az, aki megmondja a tutit meg a frankot, érted? Az a lényeg, hogy én jól érezzem benne magamat. Megy, összeállítottam a szívskálát, mondom, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy mindenki ugye ilyen legyen, hasonló legyen, mint én. Mondjátok oda, merjétek oda mondani. Szabd ki a faszt! És amúgy meg, ha bárki verekedni akar, akkor meg kérdezzétek meg, miért akarsz verekedni te? Elhiszik, hogy kemény vagy, meg bátor vagy, de mi a kurva anyád? Kinek akarod bizonygatni, hogy bátor vagy? Érted? Érted? Most más téma. Már boter. Már elmentem attól a témától, a H&M-től, és nem ráértettem, arra értettem, akinek nem tetszik a H&M-es sapkám, az szopja ki a faszomat. Úgyhogy nem a beíróra mondtam, hanem arra, akinek nem tetszik a H&M-es cucc. Vagy a ruha, vagy bármi. Érted, amit mondok? És ajánlom a figyelmetekbe, drága nézőim, hát most hát tudjuk, hogy élesben máshogyan van. Élesben, élőben le is kell verni ezt a sapkát a fejemről amúgy, ha nem tetszik. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy most beszéltem Ábrahám Robi gyerekkori barátommal, olyan, mint a testvérem, Ábrahám Robi. Ugye a Pesti TV most ő vezeti. És elmondta, hogy így, mint barát, mint testvér. Inkább testvérnek mondanám, mint barát. Úgy ő csinálta az összes videóklipemet. Nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokban segített emberileg is, úgy a családok egymásnak, meg a családjaink. És elmondta, hogy Beke, rólad szól az egész internetes platform. A TikTokon több mint 10 millió, 20 millióan bazd meg, 20 millió ember keresett rám a TikTokon. Köszönöm szépen, jó vagyok, remélem ti is. A YouTube-on egyedül, közreműködő nélkül már több feliratkozón van, mint egyes kezdő előadóknak, és mint több éves hip-hop-pal foglalkozó platformoknak. Ezt meg is nevezem, ugye Mi van hip-hop, 19 ezer nem tudom én hány száz feliratkozóval, meg ez a rap.hu. Te rap.hu gyerekek, mit tudom én, 7-8-10 év után lehet annyi feliratkozó. Itt a lényeg az, hogy engem azért szeretnek nagyon sokan. Tehát többen szeretnek, 95% szeret engem, köszönöm Sky, mert magamat adom. Nekem nem kell reklámokat csinálni, nekem nem kell bereklámozzam magam. Én belájvozok, én bejelentkezek, elbeszélgetek mindenkivel, mindenről van véleményem, és ennyi az egész történet. És ezért néznek, ezért szeretnek. Pluszba olyan zenéket csinálok egyem a szíveteket, hogy vége. Most megtaláltam a pendrive-omat, bocsánat, és megtaláltam a pendrive-omat. Hallgassunk bele közösen. Én azt mondom, jó? Hallgassunk bele közösen. Mit szóltok? Horváth Béci írja, hogy van valami, akkor, hogy nem jössz vissza a TikTokra. Én nem is voltam TikTokon. Én nem is voltam TikTokon. Valaki csinálja a nevembe a TikTok oldalt, hát legyen szerencsés, érted? Csak menjen. Érted? Na nézzük meg, hogy mik vannak a pendrive-omon. Köszönöm, Rajnos Anyi. Meghallgatjuk együtt? Például ez a számom, hallgassuk meg sok szeretettel együtt. Ja, ha, 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 ha
Ötlet gerçekten a közügyet ügyet. Aki az életét a börtönbe tölti, van nem aki megtudod, ha látod neved. Van egy szerető felség, van egy gyerek, akit neved. Látod? Úgy hozom a ritmikát, az ennyit meg a csereget, és tudod a dinamikát. Neked a neve van West Side. Az én életem Amerikát hozza neked a király, a tripla, mivel nem vinci, hanem a jel, az a West Side, amit soha ne felejts el. Én hoztam vissza, mindenki tudja, velem van Bronx, New York, Los Angeles, Utah, és Harlem. Látod, hogy miért nem mindent megtettem, pláj, nem beszéltem, mert nem ültem volna, holnapos sem, ja? Na meg az óra, hogy nem mondják volna, ha nem visszafele, ha visszatekem, nem az időt, a sok megszem. Igazából elgondolkodom, hogy az, hogy látod, kipörög a faszra, mert én tudod, ott benne egyetről is jött el. Valaki még lejjebb, mert ugye hittet, esélem, hogy én nem beszéltem egy sem. Ott a rúgó Csaba bátyám, aki kemény, csak azért, mert tudod, kiállok a magamért, kiállok a gondolataimért és a szavamért. Nem mondtam senkit, nem dobtam fel. Ezért lettem gangster, és nekem tudod, nem volt édesanyja, aki a lázamat éri, és a homlom borodatja meg. Nekem nem volt tudod apa, aki megmondja, hogy mit szabad, és mit nem ez a mostoha. Élek, nevetem, csak a gripa éget, és látod a rendben, mert szám a szép tényleg. Neked a maga, vagy szágtam magatak, és látod ezt a vízi jó tigri, hát tudod. Ő volt nekem a példaképp, ő volt az a leg, akiből erőt merítettem, mi van gyerekek, bonka. És azért mondom, hogy jobban tudod, ha vele bonka. Mert most már tudod a szövegemet, az egyetlen, ha mindenki tudja. Hát meg, hát én nem tudok törgetni, időben tudom, ha a ritmus tudod, nem kell bonka. Ez volt okos, meg kell majd a király, igen, ha négy választom meg, de figyelj, mert tudod, szemtől szemben nincsen erő. Itt van az ész, az a szív, ez a gyermek, bonka. Milyen? Hát, ja, előkerültek a zenék, köszönöm a lájkokat. Ó, itt még olyan zenék is. Hű, itt, na mindegy. Igen. Hát ez is jó, hallgassuk meg ezt is. Mint rugós. Külön a korom azt tudnék, látod, megújjaznék minden csüri-büri repert. Ha kell, gyere vedd el, vedd el az aranyorámat, vedd el az azonnát, vedd el a házamat. Szétbaszom a szájnát, robban a bomba. 97-ben mindenki tudta, telefon a jegyet, kettő támad. Forgatok, basz meg, a magyar kereszt, apa.
fekete gozban, anya. Ja. Minő csinálsz meg? Csak a fázol, bazd meg. A live-on, bazd, nézd be, te kutya. De kurva vagy, mindenki tudja. Ha? És amikor meg lesz ide, a két BTL-es kancige neve. Téged, a nagyobb harag. Bal csapot egyenek, és lesz a pont. Ja, így így kezd, hogy megvettem az új Mercedes-t. És rózsadomban, ott van testvére, betonban. Megnyilobban a bomba, rugós a stúdióban. Megnyilobban a bomba, rugós a stúdióban. Megnyilobban a bomba, rugós a stúdióban. Megnyilobban a bomba, figyelj magadra, kurva. Még ezeket a számokat én sem hallottam. Szia Csabikám, nehékém, pihenj le. Csabikám, írjál rám édesem, meg a retro imádlak. Szia Honodi Zsolti, sziasztok zsiványok. Gimesi Donátnak egy születésnapi üdvözlőt lehetne kérni természetesen. Láttam, hogy írsz, testvérem. Csak szia Kovács Anya, remélem meggyógyultál. Megpróbálok mindenkit beolvasni. Azért is vagyok jellegzetes, mert mindenkit megpróbálok beolvasni, kivétel nélkül. Boldog születésnapot kívánok Gimesi Donátnak, és üdvözlök mindenkit, aki itt van. Drága szép Csabi öcsém, ne itt kérjé a live-ba semmit. Nézzél, drága szép testvérem, Komádi a király. És drága szép tesőröm, elmondom én neked, drága szép öcsőm, egyen meg a drága szívedet. Amúgy is elmondanám, csak majd elmondom személyesen, jó? Mert nem ide tartozik. Szeretném a nézőimet és a nézőkörömet megkérni arra, hogy Kozma Csaba. Nem a kérésről van szó, Csabi, hanem arról, hogy nem volt hát ilyen értetlen a gyerek. Tehát folytatom, meg szeretném kérni a nézőimet és a hozzátartozó embereket. Nem zavartál bele a live-ba, nem erről van szó. Arról van szó, hát csak kimondatja, hogy egyik nap azt mondod, hogy elbúcsúzzol a YouTube-tól, a YouTube-ról, befejezel mindent, a moderátorjaidnak vége, és utána feliratkozó. Ne a feliratkozó kicsináljad, nem akartam, de hát bazdmeg, ötször elmondom, hogy már megbeszéljük személyesen, meg segítséget szeretnék kérni, hát ez alapvető dolog igazából, testvérem, és ugye nem erről szól a live, de elmondom természetesen mindenkinek, ahogy eddig is, hogy Kozma Csabára iratkozzatok fel, légy szíves, mert nem csak azért, mert a testvérünk, meg a testvérem, hanem azért, mert ő az, aki úgy gondolom, hogy a youtubereket megvédi. És ezt nagyon komolyan mondom. Tehát ő az, aki a videósokat megvédi, ő az, aki a negatívok és a trollok ellen megy, és ezért iratkozzatok föl rá. Hát nézzük meg, bazd meg ezt a pendrive-ot, te nő. Ez már volt? What's that? What?
ki, de már tudja. Nincs TikTok, Insta, Tata, meg Facebook. Aki ellen nem van, mint elbogok. Ja, tudod miért? Az, mert a gettó engem szült, testvérem, mint én. Az utcán az élem. Hidd el, legelődés és vége. Ha mondom, alkatod, ott robban a bomba. Rúgok be kettes, vérem, nem áll neki nyomja. Ja, jó, kipijé. Mindig itt teszek veletek, de soha csak azért, hogy mondjam a híreket, mondjam a szavakat az utcán, a tereken. Megmaradt hidel a nevemnek a lábnyomom, amit a gyerekkor óta nyomom. Mert én vagyok az utca, én vagyok, tudod az igazi tér, és tudom, hogy itt minden belefér. Pop, motherfuck, kábítószer, no drug, motherfuck, gyere ide, no alcohol, no, no nigga. Bitches in the house, what a side, motherfucker. Nem baj, ha nem jó, nyomom az hangot, de akkor is a message is the front, akkor is a ház az enyém, akkor is enyém a ház, akkor is enyém minden, de nagyon vigyázz magadra, mert itt nincs egy csicska, mindenki kemény, mindenki tudja, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik kerület, igritíti, és adja a földbász, majd zugló, és ott van még új falokra, a királynak kell egy nagy falokra, papa, madafak, és robban a bomba, rugós beke, már... A rappet, mindig utáltam, akik érdik az a trappet, nem meg a cracket, what's a motherfucker talk? Mondtam, megmondtam a falakat, de miért? Mert az enyém minden, tudod jól, semmi nem volt ingyen, mert nem akarok előre menni, jó, és nem akarok átra tenni, semmit így jó, ha, úgy jó, ahogy vagyok, és tényleg ott vagyok, már hidd el, ahol az igazi nagyok, sokan megismernek engem, én nem az asztalra tettem, hanem maga vagyok az asztal, maga vagyok a szék, a ház, ha, tudod tenni az egész, oh. Tudod az igazi eredeti originál, aki Magyarországon nyomja, basz kicsi gyűrűcsi, az én vagyok egyedül, a sok irigy velem szemben menekülnek, megveszik, mikor meglátnak engem. Aha, mert tudják milyen a vérem, itt van rúgós beke, a király, s látod, én képzelem az utcát. De ezeket miért nem adtam ki ezeket a zenéket, te? RBK, rúgós beke, király, bász meg! Nincsen pénzem, frigyitek parancsolj! Törögolnád, igen, vagyok elég rumunkról, de hidd el nekem a testvérem így, mert tudod, gyerek, odamóta, arról szól a nóta. Sem elég, jobbra, balra, lehet, hogy megyek a veszem parkolóba, utána pedig hagyok meg, hú, a pólusba. És amikor megláttad, hogy nézz, ha te főlen, ahova nézz, meg figyeld a kacsidat, meg figyeld az aszonyodat, akit el, hogy én küzdöm velek a parkotak. És tudod, nem értek semmi, erre születtem, a jobb szemben, tudod, a jobb szemben a balba. Itt van, tudod, ki a faszom, ez a marha. Papad a faka, le tud robban a bomba. Vigyázz, tudod, mindenki gyújta. Gyerekkorom oda tudod, szemben lehet áll. Megjelenni a faszom, van veletek a gyerekek. Látod, ilyen is tudod, jó. És amikor a rugosnak a pénzem, nem jó. Csak azért, mert levezem, akkor fütött az aranyad. A tudod, a gecidat, a meg a kibaszott házadat. Meg a mindegy, a merciket nézem a PMD-be. Köszönöm szépen. Tényleg az az acsas her. Amikor küzdöm velek a nevem, mert nem tegyük, hogy felett a fejlő bőzök a nél, hogy elbújtszegy. Én hoztam vissza, tudod, Amerikába. És hogy ő nem megy a parkoló öcsém, felszállok a villamosba, hú, az kemény. Baszba, basz meg, hogy se ismertel senki. Itt fognak kitetket rabolni, buszi. Bár, brother, fucka, tudod, de teszem a pénzei. Hiába bankete, van ennyi az egész, tökör meg. Hogy itt merre jönnek a hackerek, hogy ugye elbász meg a dolgok, meg ott hackernek neka. Hogy ezek a motherfucka, van a dealer. Tudod melléd, a sodom emeléd, megyek te benne, te de utána lefosok. Majd a kocsit, azt a fehér
Basszom az anyámat. Pardon. Nagyon sokan kérdezitek, hogy mit nézek, hogy mit nézel, Beke. Hallod? Ezekről a számokról nem is tudtam. Most találtam meg egy ilyen kis narancsárga pendrive-ot, bazd meg, és gondolom ezek a zenék azok, amiket nem tettem föl, mert nem tetszett nekem. Azért nézek, mert nem hallottam egy éve. Isten, bizony mondom nektek, bazd. Veletek együtt hallgatom. Nem is emlékszek ezekre a számokra, bazd meg. És mondom, most találtam meg, az eredeti pendrive-om, az fekete. Érted? Tehát az új számok, világbéke, új világ, árvák, az rendben van, de ezekkel mi a fasz van? És ugye, kedves Horváthról és mindenki, aki kérdezi, elég komoly szám volt. Hát, ha nektek tetszett, kiteszem. Nekem annyira nem tetszett, de nézzük meg, mik vannak a pendrive-on, bazna. Olyan zenék kerülnek elő végre. Hát nézzük meg, hogy mi a fasz van itt, bazd meg. Mert nem, csak nézek, mint a moziba a gyerekek. A moderátorjaimnak most elmondom, a nehikeücsünk, Kriszti most beteg lett egy picikét. Meg szeretném kérni a moderátorjaimat, hogy most már elértük majdnem a 20 000 feliratkozót, 20 ezer feliratkozónál már nem szabad a negatívokkal szóba állni se, és biztos látod, Kriszti, Hugom és Sky, hogy mindenkit tiltok ki. Nem a mi szintünk már ezek az emberek. Köszönöm szépen, Trepp Zsolti. Nem a mi szintünk emberek. Drága nézőim, barátaim, testvéreim, rajongóim, nem a mi szintünk ez, hogy bejön egy büdös geci cigány,
vagy egy ilyen fanyűvő paraszt, érted? Elnézést kérek a normális cigányoktól, meg a normális magyaroktól, de vagy egy fanyűvő paraszt jön be, vagy egy büdös geci cigány jön be, és akkor itt elmondják, hogy milyen erősek. Hát szerintem én sem, meg ti sem vagytok rá kíváncsi, hogy milyen erősek, meg nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy ő nem fél senkitől. A harmadik fele, pedig nem vagyok volt futár, sem melyik az a másik, amelyik itt futárkodik a robogókkal, meg a biciklivel, szerintem. Tehát ezt én szeretném fölhívni a moderátorjaimat és minden kedves nézőmet, hogy ne reagáljanak ilyen semmit mondó pitiálner, igénytelen, mocskos szar szemét, csótány, patkány, nincstelen geci emberekre, mert nem erről szól a műsor. Ilyen bodzataposó, csigaszedő, csalán levestevő, hagymateát főző, falszopó, geci szájú, fanyűvő parasztokra és analfabéta, büdös, retkes, tetves cigányokra sem vagyok, sem én, sem a nézőközönségem kíváncsi. Tehát, hogy ezt a konfrontációt, ezt a konfliktust, hogy itt név nélkül, meg kép nélkül beírogatnak ezek a negatív, analfabéta, tanulatlan, sült, bolond és kétosztályos emberek, erre nem vagyunk kíváncsiak. Net pincér, köszönöm szépen, nem vagyok sem net pincér futár, sem volt robogós, sem pizzafutár nem vagyok. Aki szeretne velem verekedni, boxolni, vagy le akar szopni esetleg, az annak rendelkeznie kell egy olyan komoly körrel legalább, meg egy olyan komoly egzisztenciai múlttal, mint ami nekem van, legalább annyival rendelkezni kell, és ha itt mindenki tisztelt a kivételnek, akik ugye negatívon beírnak, annyira nagy bűnözők, akkor higgyétek el, hogy meg lehet engem találni, ha olyan nagy a körötök, és olyan nagy az ismeretségi körötök, vagy barátotok, nagy maffiák vagytok, meg nagy gengszterek. Mondom, tisztelt a kivétel. És gyerekek, tudjátok meg a telefonszámomat, tudjátok meg a címemet, nem üzengetni kell, nem pofázni kell, nem bífelni kell, nem kell semmit csinálni, fölhívni a nagy maffia barátokat, és ők biztos, hogy elő fogják tudni kaparni a privát, saját magán telefonszámomat. Föl lehet hívni számmal, szám nélkül, és akkor be lehet rendelni bárhova, mert a faszom teli van a mindennapos kis poloska, vérszívó, kullancs, pióca gyerekekkel, meg emberekkel, jó? Ezt tiszteletben mondtam el a negatívoknak, vagy a trolloknak, hogy bármennyire is szeretnék a műsort és az adást megzavarni, nem fog menni. Ide az emberek nem gyűlölködni, utálkozni jönnek, hanem ide az emberek szórakozni jönnek, ide az emberek pihenni jönnek, ide az emberek kikapcsolódni jönnek, és nem kíváncsi senki arra, hogy melyik cigány a nem félős, és melyik magyar a nem félős, melyik magyar a boxoló, és melyik cigány a karatés. A faszom sem kíváncsi erre, sőt, a nézőim még jobban nem kíváncsiak erre, hogy itt ki hogy karatézik, ki hogy boxol, ki milyen boxoló, ki hány kilót bír fekve nyomni, le kell menni az edzőterembe, ki kell próbálni ott magát ezeknek a trolloknak, ide pedig erre a nívós zenei háttérrel rendelkező műsorba, freestyle, rap, revű műsorra, pedig be se kell írni, drága kis hajléktalan barátaim. Itt nekem van egy
állandó nézőközönségem, egy állandó baráti társaság, baráti légkör. Ide nem kellenek sem a börtönös cigányok, sem a börtönös magyarok, sem a gumicsizmás parasztok, sem a mezítlábas cigányok, ide nem kellenek. És ez nem azért van, mert én nem vagyok cigány, vagy fajgyűlölő vagyok, hanem azért van, mert itt intelligens emberek vannak, és nem engedem a műsoromba, hogy helytelenül, fajtalanul irkáljatok be, hogy basszam ki a szártokat. Na. Na, mi van ezzel a passzal? Na most mi a passzal? Ja. Ez a csavargó, ez jó van. Lembe van. Ez a karácsony. Ezzel a számmal szeretném neked kérdezgetni, a drága Lukos neke bátyát és a feleséget. Neked dolgozik a kedves családokat. Gyerekek. Oké, mindenki szabja ki a faszt. Kus mindenkinek. Nem tudom törölni a szájban, nem tudom törölni, mert nincs tudom valamiért nem engedni. Úgyhogy, bázd meg, nem tudom a cipőben. Nézzetek meg az a cipőben, amit nem engedhettek meg magatoknak, de én szalaszét öltöttem szájogatott ügyállal, és lesz hasz. Jó? Buszolatok. És cserét, faszapok. Ezt üzent a rajongóinak, Mr. Miss, hogy cseréd kis passzapolt. Fúr, mert nem engedhetjük meg a Nike-cipőt. Mi? Te köcsög. Majd adok én most neked, ja. És válaszolnod kell őket, bizony. Mert ha nem, akkor még nagyobb kurva van. Ja, hogy veszed a rajongóidnak? Inkább törőd, a kokainosnak. Meg a kibaszott viszkis üveg, kell Bombay kiszhoz. Élőbe ember, jó, tudod le, mert nem voltál sok-sok. Én vagyok neked az a gonosz mostoha, aki most minden elintézi a sorsot. Ja, köszön, törőd meg az orra, a tiszta pont, tudod, tiszta fehér. Rúgod be kell látod, az igazi legényre kezdted a kemény. Van veled egy fél, látod meg a fotom, mit vettek, hogyha azért, mert túlzásba vittem. Te is elhiggyed meg rosszát, túl játszottad a szerepet, amit rád adtak, te kurva. Rúgod be kell látod a bizet, most meg kell nyomja. Pak, maga, pak, pak, de, játszadom neked, én most külön hívom vele, gyerek, de köcsög. De nem vagy már csak egy kurva, hogy őket tudsz üzni, mindenki tudja, de Erdélyben úgy hallottam, hogy elkezdték a szádat. A kurva, kurva anyádat. De most én adok majd neked. Bőlem szembe kérlek, köcsön, tudja hol a hely. Mr. Mish, ha, csak egy kurva. Vagy sem adok, pak már mindenki tudja. Mert én vagy itt a tejje, de meg az utca. Majd hajad meg a szabülernek a köcsön cucca. Szétszerett haver, itt már elvittéket. És mit el, hogy a zene itt van, fog vittéket. Mert olyan lányok a csülete, te faszba élődben. Fekete nők, ezt a barcok, mit szervis? Á, csak egy kurva, mindenki tudja, én tudom, hogy ez durva. Neked, ha rájegyed meg a pelet, és tudod a rájban, majd lehegyed a fejed. Köcsök, milyen lelki futot nem tudunk megengedni. Jó, de hidd el a pituljaimat, ezt tudom majd engedni. A kicsit szétszáll a szét, basszák a nőket, tudod csak azért. Mr. Mish, tudom mit, csak egy kurva. És tudom, hogy ez kurva, Mr. Mish, hiszem mit, csak egy kurva. És tudom, hogy ez kurva, Mr. Mish, hiszem mit, csak egy kurva. És tudom, hogy ez kurva, Mr. Mish, hiszem mit, csak egy kurva. És tudom, hogy ez kurva, kurva, ja, mert tudod rólad szózzal. És engem nem érdekel be a mikrofon. Jó, jó, mert befizettek haverra, csak fiatal tégre követ, nem nézed ember. Mindenkit bemondasz, mindenkit hordogasz, te ragozz meg kéne labdába, nem rúghatja. Ja, mert innen üzenem neked, már elmondtam a szímmel, hogy narákedek, ki tudod, ha végig mi beled, az egy maga pakotára, ott a szövegem, mert megvolt a kétek, ott a szobod a falakkal, hol a levegőn, megküld, de tudod a felekkel.
Estél, édesem. Majd megoldjuk. Akileusz, ha itt vagy, meg vagy. Hát gyerekek, igen, valaki írja, sőt, Tóth Tom írja, hogy Mist pedig sokan nézik. Én elmondom nektek őszintén, hogy azért vagyok szókimondó rapper, mert kortól, nemtől, fajtól függetlenül, aki olyat csinál, gyerekek, annak kibaszom a száját beefbe. Lejjebb már nem megyünk, tehát lentre nem megyünk, följebb. Én kibasztam a Majka száját, én kibasztam a Gangsta Zoli száját, én kibasztam a Mis száját, és nem azért, mert nagy akarok lenni, hanem azért, mert ez az igazság, gyerekek. Tehát biztos, hogy láttátok a Misről azt a felvételt, mikor egy lány leöntötte őt üdítővel, ez a buzi köcsög meg odament, és szájba baszta. Hát bassz a szájba a kurva anyját, ne a nőket bassz meg, jó? Tehát én sem vagyok egy brüsszeli csüpke, nekem is csúnya a pofám, én is csúnyán beszélek, de semmiféle téren, sehogyan, ezt higgyétek el, itt a feleségem vagy a hugom megmondja, én nőket nem verek. Én nőket nem vertem soha. Nagyobb fájdalom volt az a nőknek, úgy a hugomnak, anyámnak, nagynénémnek, a feleségemnek, vagy a lányaimnak, mikor fogtam magam, és eljöttem otthonról. Higgyétek el, nagyobb idegeskedés volt az nekik, mint hattam volna egy pofont, ami 5-10 perc múlva elmúlik, és akkor utána megy tovább a balhé. Soha nem bántottam, soha nem vertem nőket, nem is fogok. Ugye a Gangsta Zoli, az hagyjuk, mert ő világ életében rocker volt, dobolta a Sex Actionbe, és úgy lett gangster rapper. Nem lett ő gangster rapper, ő látott ebben nagyon nagy pénzt a rendszerváltás idején, és itt a nagyon sok igazi gangsterekről mesélt és rappelt igazából. A másik, melyik volt a másik? Fasz. Másik buzi, a Mis, az a gangsta vén fasz. Meg melyik az? Jó, a Dopens eredeti. Melyik volt még a? Most mondtam az előbb. Na mindegy, tudja a faszom. Tehát én megmondom őszintén, igen, így van, köszönöm, Kriszti. Ja, Majka. Ja igen, imádlak benneteket, köszönöm, hogy figyeltek. Akinek nem válaszolnék a kérdésére, az azért van, mert témába vagyok. Ugye? A Majkát onnantól kezdve utáltam meg, persze nem tud rappelni, tehát nem tud rappelni, mondta a Tyson is személyesen, meg a Dope Man is, hogy a Majka nem tud rappelni. Én onnantól utáltam meg a Majkát, megmondom nektek őszintén, hogy aláírom. Én is mutogattam a Mercedeseimet, én is mutogattam a millióimat. Rendben van. Volt oka. Én ugye rivalizáltam, menősködtünk Lakatos Brandonnal, én úgy lettem fölkapott youtuber. Elismerem, hogy a Lakatos Brandon nem a hátán kúsztam föl, hanem mellette nőttem ki magam a YouTube birodalomba, de viszont azért magamat hagy védjem meg a Lakatos Brandonnal szemben, én meg is tudtam tartani ezt a pozíciót. Tehát nem elég megszerezni, ezt évekig szinten kell tartani. Sőt, följebb is mentem a zenébe is, úgy gondolom. Na most visszatérve az eredeti témára, a Majkát ott utáltam meg, hogy ugye világjárvány volt. Ez így van, Kriszti húgom. Most az egy dolog, hogy a való világban ottan bohóckodott, meg kis proli, nem tudom, milyen gyerek volt. Én azt akarom elmondani, onnantól utáltam meg a Majkát, amikor a világjárvány kellős közepén magánklinikáról, magánszobából, magánorvosokkal, magánnővérkékkel körülvéve belájvozott. Milyen szteroidot veszek, így ki fogok gyógyulni, így nincs semmi baj. És amikor bejött a nővér, hogy vért kéne venni, vagy valami vizsgálat lenne, akkor rászólt az egészségügyi dolgozóra, nem látja, hogy lájbozok? Nem vagy te vagány gyerek, Majka, Magyaros Peti, nem vagy te vagány, sőt, a többségetek nagyon-nagyon nem vagány, bassz meg.
Nagyon-nagyon nem vagány, és elmondok nektek még valamit pluszba. Ti azért kezdtétek el, kedves Majka, ezt a való világot, meg ezt a repzenét, meg ezt a tévéműsorosdit, hogy ebből éljetek. Ebből éljetek. Tőlem azért féltek, mert alapvetően tudjátok, hogy van pénzem. De lehet, hogy több pénzem van, mint nektek. Vagy több pénzem volt már akkor, amikor, kedves Majka, betotyogtál oda a való villába, lehet, hogy akkor én már a 8 kerületben ugyanúgy, mindegy, hogy régi Mercedesbe, de Mercedesbe ültem, és ugyanúgy volt rajtam aranylánc, és ugyanúgy a stricikkel, meg a gengszerekkel mentem kimaradni. Amíg te ott bohóckodtál, és az előírt dolgokat eljátszottad. Én nem vagyok szerep, én nem szerepjátékos vagyok, én nem bohóc vagyok, bazd meg, hanem igen, arra nem vagyok büszke, hogy 10 évet ültem, de 10 év fegyház után az alvilágból ki tudtam jönni, és amire büszke vagyok, hogy meg tudtam változni, és intő példa vagyok a mai fiatalok számára. Jó? Én ezt képviselem. Amúgy meg kiszopjátok a faszt. Kedves Majka, kedves Gangsta Zoli, és kedves Mis. Jó? Szopjatok le. Amúgy. Szerintem. Úgyhogy ennyi. Amúgy. De jó, most végigment a pendrive, volt rajta 6 szám, vagy 7 szám. De hol a többi? Tehát volt egy CD. Ott azóta nem hallottam. Most a feleségemhez beszélek. Jó, ezeket jegeljük most, mert ez ugyanaz a zene. Na mindegy, volt CD-n is, volt másik pendrive-on is, nem tudom. Nézzük a Bluetooth-t, milyen zenével jöttem nektek, jó? Nézzük meg, hogy milyen zenével jöttem hozzátok, és milyen zenével jöttem nektek. Hozzátok, jó? Én vagyok a híres egyfejű. Há, faszomat. Nem vagyok én fotóriporter, bázom. Hogyan? Én vagyok a híres egyfejű. Hogyan tovább? A nevem is annyi, hogy süsű. Megint. Félve néznek rám az emberek, amerre megyek a föld megremeg. Olvasom, Kovács Anyi, olvastam azt is, hogy megnézem az edzést, meg fogom nézni. A Brandonkát üdvözlöm, örülök, hogy inspirálom, és Brandonka, azt üzenem neked, hogy légy boldog, erő, egészséges, szép öcsém, fogadja szót apádnak, vegyél példát apádról, és fejlődjél, egy zenét fogok neked csinálni, Brandonka. Én személyesen, amire tudsz majd edzeni, és ami inspirációt ad neked, jó? Ami ösztönöz. Nézzük már a zenéket, hogy mivel jöttem nektek. Ja, ez nem is zene. Ja.
mindenki gangster rapper most már, meg így verekednek, meg úgy boxolnak, meg úgy a fegyverek. Állj! Rugós Beke a király! Tudod, a rapiskolában én vagyok a tanár. Nem elég azt rappelni, hogy fegyvereket fogtok meg, baszki! Állj! Ha, soha az életedbe hívd el! Nem láttál igazi fegyvert? Jó! Így tegyed le a mikrofont, és tudod, egy per egybe? Te meg kinyalhatod, öcsém, a seggemet hívd el! Olyan a ritmikám, figyelj, ember! Mint az eredeti négereknek, öcsém, Amerikában, ha engem megnéz a sok a kretén, piri-csüri-piri, senkik vagytok! De látod, én robbantok, piri-csüri-piri, senkik vagytok! De látod, mégis én robbantok, piri-csüri-piri, senkik vagytok! De én robbantok, piri-csüri-piri, senkik vagytok! De így is én robbantok, ha unjátok azt a szöveget, hogy robban a bomba, meg akkor mindegyik menjen a faszomba. Nega, nega, what was a motherfucker? Én ugyanúgy mondom, mint Tupac, tudod a szavakat? Jó, és higgyétek el, gangster, jó. Itt van Szekeres Martin, megint a Benga Martininba a jég, megint. Yo, what's a motherfucker, Leslie King Junior. Yo, higgyétek el, majd befarol az a fekete Messi, és itt van Brooks, nega. Westside, Szilai, Fine, nega, de nega. Ha! A freestyle az teljesen más, meg baszom a rap szakmát. Yo! Engem nem érdekel, tudod, hogy cigány, magyar, fehér, fekete az ember, hanem inkább, hogy mit értél, mit tettél le. Engem nem érdekel, bazd meg, nem a ketrecben vagyok, nem az utcán, döglődsz ugyanúgy a dillerek cuccán. Nem a ketrecben vagy, nem az utcán, ugyanúgy döglődsz a dillerek cuccán. Nem a ketrecben vagy, nem az utcán, ugyanúgy döglődsz tudod a dillerek cuccán. Nem az ketrecben vagy, nem az utcán, te is döglődsz a dillerek cuccán. What's up, nigga? What's up? Hi, everybody! Yo, RBK Music FM, nigga! Jó van, Kriszti Kém? Jó van, Kriszti Hugom? Jó, Rugós Beke, mikor beül a kocsiba, 46 ember benne van velem a buliba, de látod, halljak meg, te tudod, így indulsz a suliba. Figyelj a hátadra ki, és menjél előre, a sok birka, megmondtam a legelőre. Kifelé, ne, na, gyerünk, takarodj. Westside, meg a fucking popozkodj. Westside, meg a dega, motherfuck, Westside, meg a. Látod, Rugós Beke, csak a nagyokat adja. Yo, és ő lett in video mix. Yo, what's a motherfucker, yo, hogy ellenem tudni fix, hogy el fogsz bukni. Westside, fuckod meg a rappen, baszki. Yo, nézd meg az itemet, a véremet, bang a dinamikát, a gyerekek! So mama stop and let them hot rocks come in them. I'm high on you. Sick game, dumb trouble. I'm a child and starting Matt Damon and keep us stumbling. Automatic, robotic, cop wheels for the rumble and I'm rumbling. Nigga, I was born for the thunder grip. Dog pound, motherfucker, thanks to Bill. Scooping up the homie in my Snoop the Bill. Riders on a mission about the cheese and spread. Take it to the head, nigga, live what you said. He's a hustler, a gangster, a Mac, a pill.
was a hoe, nigga. You remind me of my bitch. I'ma tell his homeboy just like I told him. When I was young on the block with the clock and the swing. I can't buy those books, you see. You gotta believe I don't care. Little kids, and you can't control me. Cause I'm a real nigga for life, for life, for life. I can't buy those books, you see. You gotta believe I don't care. Little kids, and you can't control me. Cause I'm a real nigga for life, for life, for life. These sons with two commas got their eyes closed. They didn't see me creeping up from behind. They wanna be me. But I ain't tripping, sipping on something. I need proof on the floors of the roof. I spit this game to the youth. I really mean, dreamed of being a lot more and more. You ain't hungry, family. And what you living for, they rather talk about the next man. Like a buster, fool. Don't make me reach out and touch it. And now the scoop again, just comprehend the way I ain't. The real ballers get their cases so wild. Break down and try to profit, and show off the stacking. All the notice if you wanna stay away from the post, post, pull and track. Like the hero, standing to spin around. He's got the eyes on the hood, faded cap. You wanna be a player in this game, but you can watch me win. Trying to escape reality. I can't buy what you see. You gotta believe I don't care. Little Gyerekek, ezek az igazi kibaszott gangster rappek a házban, én úgy gondolom, és tényleg aki szereti, az hallgassa, jó? Sok szeretettel, jó? Hú! Hi, Ice Cube! Hi, come on, Snoop! Hú! Gangsta Boogie! Gangsta Boogie! Gangsta Boogie! Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta Boogie, Gangsta, 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 Gangsta Boogie. Split class and taste, allow me to place my hand on your waist so we can boogie you and conk out. Think like Marie on the dance floor rocking with me. Blood to all the ladies in the place, split style and taste, allow me to place my hand on your waist so we can boogie you and conk out. Think like Marie on the dance floor rocking with me. Yeah, to all the ladies, to all the ladies from the 80s up in Vegas, what? To all the ladies from the 90s. You can find me whatever I'm being. I'm still on the floor 2010. Still got about 2,000 to spend. Haters in the place can't erase my grin. Stuck on my face when I'm with my friends. When I bust a rap to a DJ quick beat, we get green just like Bill Bixby. Turn into a beast and you a beauty. No, I'm a player, when you recruit me. I got game and you got the tailgate. Let's have a party, girl, why the hell wait? Let's have a ball, get up from the table. If she don't wanna dance, find one that's safe. To all the ladies in the place with class and taste, allow me to place my hand on your waist so we can boogie you and conk out. Faint like Marie on the dance floor rocking with me. To all the ladies in the place with style and taste, allow me to place my hand on your waist so we can boogie you and conk out. Faint like Marie on the dance floor rocking with me. Nah, I'm barely out of daily, but I make fly dance music daily. I may never dance the ballet in the ballet, but you just might see me two-step in the valley. If that's a really special car in the alley, then it might be me. Playing movies from your local TV, cause I'm flying in the TV. The extraterrestrial biological entity with element, but you call it ET. Now let's get your BMX ready, let's ride it out. Let's do me like you bear and more, and let's hobby out. Give me a phone to call home, let's dial it out. That could cost $321 million a minute. Now why wait? Why not just call me Drake? Why not just call me Blake? I spend enough time on the airplane, why not just call me Drake? Why not just call me late? To all the ladies in the place with class and taste, allow me to place my hand on your waist and we can boogie you and conk out. Faint like Marie on the dance floor rocking with me. To all the ladies in the place with style and taste, allow me to place my hand on your waist and we can boogie you and conk out. Faint like Marie on the dance floor rocking with me. Now Ice Cube, DJ, Ice Cube, DJ, FBK, motherfucker, mega. Well, years ago, yo, I'm hungry, bang, mega, bang, bang, mega. What's up, bang? What up, yo, yo. Woo. I'm a genius. I am a genius. Yeah, that's okay. What's up, motherfucker, thug, nigga? Shoo. Oh. No matter where you're from. Kerek Blendon, köszönöm Kriszti, azt írja Kriszti, hogy gyereknek, de el akartam kezdeni a freestyle-t, és így nem megy. Na, el akartam kezdeni egy nagyon komoly freestyle-t, beír ez a nő, hallod, azt mondja, nekem a bátyám a kedvenc rapperem.
kisgyereknek Bruce Lee volt, most rapper, de tényleg. De tényleg, tudod, ja, szá, de miért mondasz ilyeneket, Krisztián, miért mondod el a 32 éves dolgokat, mondd el, amiket hallottam, miért mondod el? Most elő fog szólni az egész YouTube, hogy én kiskoromban Bruce Lee-nak képzeltem magamat. Most ki? Rendesen megnevetett is, olyankor vége a freestyle-nak, bazd meg. Kivesz az ihletből? A bolond geci nő. Köszönöm, Brandon. Imádom, mert jobban szeretem, mint a édes testvéreimek közül bármelyiket, halljak meg. Bárkit. De ilyen hülye, bazd meg, azt mondja, kiskorában Bruce Lee volt ki, hát törödbe voltam őt, de vannak olyan fényképek is. Hát üdvözlök mindenki, de na mindegy. Szóval értelmetlen. Kriszti, valaki fölbérelt ellenem, hogy kikészítsé? Hugom, valaki fölbérelt ellenem, hogy kikészítsé? És írja, hát most nem a Schweizer-Negger volt a példaképed, na, hanem a kis cino kínai. Hát fejezd be! Cino kínai! Takács Nikolasz, mi van, be kell, jóképű vagy? Én a moderátokra, moderát, tehát férfi nem nagyon szokott, tehát férfi nem nagyon szokott, moderátorok, döntsetek ti, én nem tudok beszélni. Na, tehát döntsetek ti, jó? Érzés szerint. Ennyi. Hát de úgy látom, jó, akkor Takás Nikolasz bennmarad. Jó képű vagyok. Ennyi. Na, a Kriszti direkt csinálja. De, na. Na. Hát le is halkítom a zenét, bazd. Már nincs zene megint. Bélia, Takács, Nikolasz, jó képű vagy, be kell. Na. Látod, Nikolasz? Látod? Tehát a moderátor hugomra bíztalak, és ő azért hagyott benn, hogy bókoljál nekem férfi létedre. Kriszti, de elfenekellek, hugom. Szia, Bástyúd, nagyon el leszel fenekelve, Kriszti. Ne hagyja izéket. Semmi gond, köszönöm, nagyon kedves vagy. Nikolasz, köszönöm szépen, hogy azt mondod, hogy jóképű vagyok. Hát, ennyi. Kriszti, te meg körülbelül kapjál székrekedést, mit tudom én, két napig. Jó? Kapjál székrekedést két napig. Hasmenést akartam mondani, de messze legyen tőlünk, ugye a Covid van, inkább legyen székrekedésed, jó? Egy két napig. Ma meg holnap délig. Dehogy ölöm meg, tesóm. Dehogy ölöm. Hát most miért? Miért öljen meg a csávót, mikor azt mondja, hogy jóképű vagy? Ryan közmenyét írja, szia Beke, mi a véleményed mások kinézet alapján való megítéléséről? Elítélem. Semmit nem jelent, hogy ki hogy néz ki. Az égvilágon semmit nem jelent, hogy ki hoz. Na, Kriszti írja, nekem baró a belkó. Na, a belkó. Nekem baró a belkó. Nem bírni velük, bazd meg. Kijött a tavasz, megbolondult meg. Szeva, be kell nyom nekünk valami pörgősöt, mert megint szétdolgoztuk magunkat. Most éppen sátoralja új helyen. Pont, a múltkori király volt. Miskolci Zoli, legyetek szerencsősek. És így van, kerek Brandon mondja, nem ítélkezünk, ez nem a bíróság.
most azért köszönök el, de gyertek estére, mert mennem kell fodrászhoz. Már annyira ősz a szakállam, nézzétek meg. Már nagyon, már hófehér az egész szakállam amúgy. A hajam még nem, de most megyek rendbetetetni magamat, mert minden héten járok. Este mikor leszek, iratkozzatok föl, és megtudjátok. Köszönöm mindenkinek, a moderátorjaim legyenek itt, mert a moderátorjaim nem csak a testőreim, de a tesóéreim is, és ők védenek engem a mumusoktól. Kedves Takács Nikolasz, jó pofa vagy egy bizonyos szintig. Tehát most azt írja ez a Takács Nikolasz, hogy fessen be vörösre a szakállamat. Figyelj ide! Kedves Nikolasz, én nem bántalak, de ha vukot akarsz nézni, vagy a vörösök jönnek be neked, akkor tedd be a Vuk című rajzfilmet, és nézd meg oda-vissza, mire jövök. Igen. De nagyon az a gyanúm, nem kóstolgat, valami van. Érted? Tehát bejött ez a Kovács Nikolasz, először úgy kezdte, hogy nagyon jóképű vagy, Bekém. Semmi gond ezzel, már most surolod a határt, de ja, viccelek, aha, értem. De nehogy ne viccelj, aztán utána bespricceljé. Nehogy az legyen, hogy utána ne viccelj és bespricceljé. Mert figyelj, de nálunk csak kifele megy. Eléggé surolod a húrt, de nálunk csak kifele megy azon a részen a dolog. Befelé nem. Hagyjátok a Nikolaszt, értem a viccet. Még egy darabig eddig még értem a viccet. Hát utána nem. Láró Gang tisztel. Én is őket, Csumi, estére jövök. Nikolasz, változz meg. Sarkadi Zoltán írja, Beked jóképű pasi vagy. Sőn az, hogy mi folyik itt? Ha? Két férfi írta, hogy jóképű vagyok. Te? Ennyire kijött a meleg? Vagy lehet ez az Osváth Zsolt, ez a buzi rám tett palikat, nem? Mennem kell fodrászhoz? Kriszti, te vagy ebbe a dologba? Mert te meg most írod, hát most nem az írják, Dick, csács ez. Te, szedj le rólam a palikat, bázd meg. Nem nézek ki senőnek, de még hozzám hasonlónak se. Érted, amit mondok? Tudtad, hogy valamelyiket ottan fölbérelted, hogy kék osztriga bár még zárva van. Hát mindegy. Nagyon súroljuk a sztorit. Még egy csávó beír, hogy jóképű vagyok. Ja. Kriszti, ha rájövök, hogy te a te kezed van benne. Nem messze van Anglia, már van védettségi kártyám is. Nem messze van Anglia. Na. Most mentem fodrászhoz. Utána jövök.